Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem, mint személyes jóslás. A díjam minden jóslásnál 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható a ravasz róka. Az jelenthet nála negatív gondolatokat, mint például ez úgysem fog sikerülni. Vagy lehetnek hamis személyek a környezetében, akik becsapják őt, ártani akarnak neki. De ő rájött erre, hiszen most fontos döntéseket fog hozni. Itt van előtte az életút, illetve az utak, ahol ő elgondolkozik azon, hogyan tovább, melyik irányba. Lehet, hogy eddig rossz úton haladt, de most megváltozik a helyzet, mert ezen töpreng, változik az irány, és jó útban fog haladni. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt megvan a remény ahhoz, hogy lezárjon bizonyos kapcsolatokat, amik eddig hamisnak tűntek. A hajó jelenthet külföldi utazásokat, vagy egy belső utat. És itt megvan ahhoz az ereje, hogy most tényleg fontos döntéseket hozzon, lezárja ezeket a hamis kapcsolatokat, vagy egy téves utat, lesz egy szerencsés fordulat, megvan hozzá az ereje. Mit fog tenni? Itt a hold jelenti az álmait. Ő álmodik vagy álmodozik rólad, és lesz szerencse, lesz egy szerencsés fordulat. Mi köt össze benneteket? Itt látható a barátság is, de a hűség is. Lehet, hogy eddig mindent olyan barátilag kezelt, de ez volt a rossz döntés, vagy a rossz út, holott a barátságok is előnyösek lehetnek és értékesek, de változik a helyzet, lesz egy szerencsés fordulat, mert most érzelmekről fog beszélni, a hold jelenti az érzelmeket, és itt megvan egy lelki kapcsolat köztetek. Amint ez a kutya még jelent, hogy hűséges hozzád, te is hozzá. Tehát megvan a hűség, lesz egy új irány, döntések, és ez szerencsét hoz számodra is, és számára is. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!